Én mindenkinek ajánlom, és minden olyan debreceniek ajánlom, akiben van szeretet, meg a szellem szeretete. Ugye ennek az alaptörténete 90-es évek elejéről ismert észlábválság volt, tehát abból oda tette át ezt a ókori történetet, és a szláv zenei világa is megjelenik, ugyanakkor egy nagyon jófajta, hát ez a szláv kórus, most én fogalmazok, mint rendező, tehát ezek zeneileg nem biztos, hogy helytállóak, de ez a fajta szláv, erős szláv kórus harmonizálás az jelen van. Ugyanakkor egy valóban egy nagyon dallamos és nagyon intuitív, érzékeny zene, ami valóban fülbe mászó, és jó értelemben. Ilyen értelemben a kettő találkozik a Puccinival, hát valóban mind a kettő nagyon jó zene. Minden pillanattal egy aktuálisabbá váló témába pillant bele, ami sok erkölcsi, morális kérdést tesz egymással szembe, olyanokat, amikkel ma is, amelyek dilemmák, azok ma is nagyon erősen jelen vannak. És hát ezek remek művek olyan értelemben, hogy itt nagyon komoly forrásokból táplálkozik mind a két mű. Úgyhogy ez nagyon sok olyan pozitívum, amiben nagyon bízom benne, hogy további jó is lehet.